Köszöntöm a Pannon Gazda nézőit! Mai műsorunk fő témája majd az aratás lesz, illetve a málna termesztés is. Előtte azonban rövid híreink következnek, melyben az aktuális földvásárlásról, illetve a dinnye termesztésről lesz szó. Ebben az időszakban a legtöbben a határban dolgoznak. Az egyik bajmoki gazda hazafelé tartott, mikor találkoztunk vele. Szerinte azzal, hogy a külföldiek különösebb feltételek nélkül megvásárolhatják a szerbiai termőföldeket, tönkretehetik a kistermelőket. Nincs rendben, mert nekünk is azt az esélyt megadhatnának, hogy vásároljunk földeket, mert nagyon nehezen jutunk a földekhez. Egy másik gazda szerint bizonyos feltételekhez kell kötni azt, ha egy külföldi az ország termőföldjét szeretné megvásárolni. Tehát ott, ahol mi születtünk, azokat a földeket is el fogják vinni. Mert nagyon sok ilyen állami föld van, és az állami föld az honnan származik? Hát is valakit elvették. És azok nem lesznek visszaadva, inkább eladjuk, elkulcsebeszéljük úgymond másoknak. És nem hazaiaknak, hanem külföldieknek. A Vajdasági Magyar Szövetség frakciója teljes mértékben elutasítja a törvényt. Egy módosító indítvánnyal már értek el szigorításokat, de azon még tovább szigorítanának. Még a törvénytervezet nem érkezett meg a képviselőházban, nincsenek pontos adataink arról, illetve magán a mezőgazdasági bizottságon sem tárgyaltunk a pontos adatokról, hogy milyen szigorítások kerülnek majd a törvénybe. Az biztos, hogy szigorítások lesznek. Szerbia az Európai Unióval 2008-ban aláírta a stabilizációs és társulási megállapodást, amely 2017. szeptember 1-én lép életbe. Ennek értelmében bármelyik uniós érdeklődő gond nélkül vásárolhat termőföldet az országban. A legtöbb zöldségstand már roskadozik a mézédes gyümölcstől, amely amellett, hogy tökéletes hűsítő csemege a meleg napokon, számos jótékony hatást gyakorolhat szervezetünkre. Szinte minden sarkon rábukkanhatunk Szabadkán egy-egy dinnyárusra. Eddig a külföldi behozatali gyümölcsöt árulták, most azonban a hazai van portréken. A lédús, ízletes gyümölcs a legideálisabb a meleg nyáron. Legyen szó görög vagy sárga dinnyéről, egyaránt nagy a kereslet rá. Bár az árak folyamatosan változnak, a viszonteladók egyelőre elégedettek. Nemrégiben még görögországi, tehát uniós dinnyéket árusítottunk. Ez már hazai Újvidék mellől Orzsáci helységből. A dinnye szezonja július elejétől szeptember elejéig tart. A termelők szerint az idei évben az időjárás kedvezett a gyümölcsnek. Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt alig kellett öntözni a palántákat. Ezért is számítanak bőhozamra az idei évben. Nagyon jónak ígérkezik. Szinte minden palántálás óta, szinte minden héten megállatot kapott valamennyi esőt. Ez nagy belő segítette a kötőjést, nagyon sok kis dinnye van rajta. Hát majd lassan odaérünk, hogy egy jó 10 nap múlva ezt a parcellát is talán lehet kezdeni, hogy érik majd. Az árak terén szintén javulást várnak a termelők. A tavalyi év folyamán a sárga dinnye ára 25 és 30 dinár között mozgott, míg a görög dinnye termelői ára még ennél is alacsonyabb volt. Idén magasabb árakra számítanak, ezáltal pedig kifizetődőbb lehet a termesztése. A görög dinnye piaci ára jelenleg egyébként kilogramonként 50 dinár körül mozog. Az elmúlt napokban a nagy meleg a tejelő marhákat is megviselte, kevesebb tejet adnak a forróságban. A gazdák erre fel vannak készülve, hiszen tudják, hogy a tehénnek a 25 fok feletti hőmérséklet már nem kedvező. A temeréni góborfarmon 400-450 liter tejet termelnek meg naponta. A helyi termelő elégedett a tejhozammal, ilyenkor a nagy melegben 8-10%-kal csökken a tej mennyisége. A tej mennyisége csökken ugyan, a minőségre azonban csak nagyon kis mértékben hat ki a nagy meleg. Annyi, hogy a zsírtartalom az valamennyit csökken, mert persze eleve több vizet fogyasztanak. A mennyiségre persze kihat, mert a tehenek nehezen viselik el a meleget, sokkal jobban viselik el a hűvösebb, sőt még a mínuszokat is kellemesebb nekik, mint a plusz 25-ön fölüli hőmérséklet. Úgyhogy most, ami van, ezek a 30 pár fok, ez nagyon meleg van számukra. Nyáron a tejelőmarha vízfogyasztása akár 50-70%-kal is megnőhet, 4-5 litert fogyaszt 1 liter megtermelt tejre számítva, ami napi 100-120 liter vizet jelent.
A gazdának gondoskodnia kell a tehenek számára megfelelő tágas, szellős istállóról. Tanyasi körülmények között erre adottak a feltételek, és ezekkel élni kell, magyarázza a temerini tejtermelő. Én praktizáltam azt, hogy árnyékba a fákat ültettem, és többnyire árnyékban vannak az istállók, meg magas, levegős, tudom mozogni a levegő. A farmon mindig van munka, dolgozni kell minden nap, nincs pihenés, de azután megvan a sok munkának a gyümölcse. Meséli Góbor Zsolt Sándor, aki általánosságban elégedett a tej árával és a körülményekkel is, s mint mondta, állományát hamarosan duplájára bővíti. A tej felvásárlási ára prémiummal együtt 44 dinár. Gombamót szaporodnak a málna ültetvények Vajdaságban, sokan ebben a kultúrában látják a kiteljesedésüknek a lehetőségét, az idejében azonban sajnálatos módon igen alacsony a málna felvásárlási ára. A terepet járva Vajdaságban egyre több málna ültetvénnyel találkozunk. A külföldi, gyorsan növő és termőfajták hódították meg a piacot. A terményt pedig első években jó áron lehetett értékesíteni. Tavaly a málna nagybani ára 360 dinár volt. Az idén alig 120 dinárt akarnak érte fizetni a felvásárlók. A gazdák elkeseredettek, de kitartanak. Begyelek Csongor Temerinben 5 éve kezdett málnát termelni. Úgy láttuk helyesnek, hogy bővítünk a termelésen. Évről évre bővítettük a területünket. Kicsit túl nagyobbak is voltak még az ambíciójaink. Hát az ambíció az van, hogy egyszer nő, egyszer csökken. Most per pillanat épp a csökkenőben van, mert az ára az gyalázatosan alacsony. Tehát majd a jövő megmutatja, hogy érdemes-e még fejleszteni, vagy maradunk ezen a szinten. 5 éve foglalkoznak málnatermeléssel, így ilyenkor június végén, július elején van az igazi málna szezon kezdete. Milyenek a tapasztalatok? Mennyire szépek a szemek, mennyire érettek a szemek? Az idén mondhatom, hogy amióta termeljük, a nagyon szép, nagyon jó az állapot a málnának, nagyon sokat belefektettünk, napi szintén locsoljuk, a termés nagyon jónak ígérkezik, az árral vannak a gondok. Csak ilyen nagybani eladással tudunk gondolkodni, mert ekkora mennyiséget létezhetetlen kicsibe eladni, úgyhogy csak nagybani eladás mehet. Az idén egy holdról takarítják be többszöri nekifutásra a málnát. Mekkora termést vár erről a területről? Hát erről az egy holdról mostan, hát elejében ilyen napi 50-100 kilót, de hogyha rendes érésben lesz, akkor több száz kiló van minden másnap. Nagyon nehéz munkaerőt tanálni, az a szerencsénk, hogy a lányainknak a barátok, barátnők, és akkor ilyen, most nem is tudom, hogy fejezzem ki magam, ilyen gyerekmunka, ez fiataloknak való munka, úgyhogy abból az egyből büszke vagyok, hogy sok fiatal gyereknek tudunk munkát adni. A bogyós termés begyűjtése nem könnyű feladat. Még itt az elején, mivel nincsen sok, annyira nem vészes, utána már egy hét múlva, kettő múlva, amikor rendesen beérik az egész, akkor kezdődik a nehezebb időszak. Hogyan megkülönböztetni az érett és a félérett szemeket? Hát leginkább a színe alapján lehet, de mindenféleképpen az alag alapján is, hogyha már vizes a málna, akkor azt inkább ledobjuk, mint hogy a gajbába szednénk. Főszezonban két naponta a 300 kiló felett is le tudtunk szedni leginkább, 200-300 kiló körül volt. Akkor tavaly évben Péterváradra vittük tovább, és onnét szállították, most az idei évben pedig még meglássuk, mert nagyon rossz az átvétel és az ár. A piac, akár nagybani felvásárló legyen, akár a háztól legyen értékesítve, a minőségi gyümölcsöt követeli. Fontos az agrotechnika és a tápanyag utánpótlás. Az agrotechnikát követni kell, mikor elkezdtük csinálni, akkor azt mondták, hogy hó, majd megnő és szeditek. Hát ez nem épp úgy van, úgyhogy itt is követni kell a trendeket, fejtrágyázás, általában mink vegyszert nem használunk a málnába, ez a málna abszolút nincs vegyszerezve, csöpögtető rendszeres locsolást végzünk, és a csöpögtetőben használunk csak ilyen folyékony műtrágyát, amivel
tápozzuk. Háztól viszik a málnát, de hát ekkora mennyiséget, amit mink itt megtermelünk, ezt hát létezhetetlen eladni. Még többen és többen termelik ki kerbe, ki erre, ki arra is, úgyhogy a piacon többen megjelennek a málnával, úgyhogy mondhatom, hogy a 90%-at azt a nagyba hűtőháznak adjuk el. Most jelen pillanatban Bácskó Dobropojéra visszük, tavaly egy pétérváradi hűtőházba adtuk át, de hát azok az idén nem vásárolják fel, úgyhogy maradt ez a másik hely. A gazdálkodás a jövő generációra marad. Amennyiben életbe lép a kistermelői rendelet, a málna termelők a feldolgozásban is gondolkodhatnak. Látok benne valójában, ahogy a mezőgazdaságban mindig vannak hullámvölgyek, vannak kimagasló eredmények, hát ugyanígy van ez a málnában is. Egyik év jobb, másik év gyöngébb. Hát most épp a gyöngébb évben vagyunk, hát de bízok benne, hogy jövőre majd jobb lesz. Az ár ingadozása miatt nem fordult meg esetleg egy családi vállalkozás gondolata, hogy a málnát házi termékként feldolgozni és úgy értékesíteni? Hát mivel most bővítettük az idei évben, ezért hát beszéltünk róla és gondolkodtunk, de még nem tartjuk hasznosnak. A területen itt Vajdaságban nem igen láttuk hasznát. Szerintem egy-két éven belül itt a málnának elég nagy haszna lesz, és elég jó termések lesznek belőle. Sajnos az idei év az elég gyatra, katasztrófa, lehet úgy is mondani, de aki türelmes, szerintem annak jó évei lesznek a következő években. A gazdálkodók azt szeretnék, ha a friss málna kilója legalább 200 dinár lenne, mert akkor a termelési költségeket le tudnánk vetni. Jövedelemről a 220-240 dináros árnál lehet csak beszélni. Műsorunk hátralévő részében az aratással foglalkozunk, először is a zentai határba látogatunk el, és megnézzük, hogy ott milyenek voltak az idei hozamok. A zentai határban befejeződött az aratás, ugyanakkor a termés mennyiségével és az árral a termelők nem lehetnek elégedettek. A tavalyi rekordterméshez képest viszonyítva az idén Zentán és környékén 30-40%-kal kevesebb kenyérgabona termett, ezt jelentősen befolyásolta a száraz időjárás és a hosszú kemény fagyok is. Egy nagyon érdekes év áll mögöttünk. A tavalyihoz viszonyítanom kell mindjárt. Tavaly az egyik legjobb évet zártuk, nem csak mi, hanem az egész országban. Rekordtermések voltak, úgy az Árpában, mint a Buzában. Az idén a helyzet merőben más. Néhány dolgot tudni kell. A tavalyi rekordtermések után egy aránylag nagyon gyönge Buza ár jelent meg a piacon, és ez azt eredményezte, hogy a termelőink az ősszel nem nagy kedvel vetették a Buzát. Sokkal kevesebb szerződés és buza vetés lett a földbe juttatva, mint az előző években. A tél, amely csapadékmentes volt, illetve a tavasz, amely szintén csapadékmentes volt, azt eredményezte, hogy ez a kevés vetés terület is megsérült. Nem engedte a buza gyökérzetet, később nem tudott bokrosodni, illetve a második-harmadik fázisban, amikor már a szemnek dagadni kellene, mivel nem volt csapadék, ezért a szem is nem tudott kifejlődni, gyenge maradt. Magyarra fordítva a buza hektolitere az előző évekhez viszonyítva aránylag gyönge, illetve maga a termés is egy 30-35%-kal kisebb, mint amit a termelők, illetve mi is elvártunk volna. Tehát egy elég gyönge évet kell, hogy minősítsek. Az elmúlt évben nem sokat változott a kenyérgabona ára, jelenleg 16-16,5 dinár körül mozog. A napokban olyan hírek is napvilágot láttak, amelyek szerint az ár felszökhet majd a 18 dinár fölé is. Ilyen árak mellett azonban az, akinek földbérletet is fizetnie kell, nehezen tud boldogulni. Aratás végén úgy tűnik, hogy nagyon gyenge az idei termés, talán 40%-kal is kevesebb, mint a tavalyi jó termés után, az idei, és tulajdonképpen ezt a téli hideg és hóhiány miatt tudható be. Azok a magok, amik a föld felszínén maradtak, azok kifagytak, ritkább lett a kelés, és nem tudott bebokrosodni, és a végén a szárasság, a hosszú tartó szárasság
miatt is nem volt elég sűrű a buza parcellák. Ezután pedig a korai termések szemei, magjai, azok mind összeaszalottak, tehát holdanként az a 32 mázsa maximum, amit kombályoztam kistermelőknek, és 20-21 mázsa a minimum, a legkevesebb, amit másoknak a buzaparcellája le lehetett kombályozni. És ez mellett az idei buzaár is nagyon kevés, a tavalyi 55 mázsás, 60 mázsás rekordok mellett. Az az idő alatt, amíg a buza fejlődött, mindössze 130 mm csapadék hullott, ami rendkívül kevés, mondják a szakemberek. Na terénu sad posle žetve možemo konstatovati, znači same prinose, gornji tereni su najgore prošli. Svakako je sve vezano sa tim niskim temperaturama i sa nedostatkom vlage tokom zimskog perioda. Znači zimu smo prošli bez, može se reći, jednog santimetra snega. Za celokupnu vegetaciju je palo negde oko 130 litara taloga, što je u svakom slučaju jako malo za neke ozbiljne prinose, za postizanje dobrih prinosa. Az Entai mezőgazdasági állomás szakszolgálatától megtudtuk továbbá, hogy nagyobb búzateréssel csak az egykori tiszai holtágak mellett levő nedvesebb földeken büszkélkedhetnek. Továbbra is aratás, de most már egy picikét nosztalgikusabb hangulatban. Arat ünnepségekre kalózoljuk el önöket még hozzá Múzsiára és Valkaisorra. A rendezvény a Petőfi Sándor MMA székháza előtt művelődési műsorral kezdődött, ahonnan a résztvevők kivonultak a múzsiai rétre. A csapatok bemutatták a hagyományos reggelit, Kalapi Sztolyán atya megszentelte a búzaföldet, és kezdődhetett a verseny, amelyet Ótot Róbert tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes nyitott meg. Ez közösség összekovácsoló erejű rendezvény, helyi szinten ez nagyon sokat jelent a falvaknak. Tartomány évről évre támogatja az ilyen jellegű rendezvényeket. Az idei évben többszöröse a költségvetésünkben az erre a célra előrelátott eszközök. A rendezvény célja, hogy a fiatalok megismerjék a hagyományos aratást, felismerjék a család és a közös munka fontosságát. A család együtt volt, és a földeken ugyanaz a célért harcolt a kisgyerek és az idős is, hogy beszedjék a gabonát, ami biztosította a következő évre a megmaradást. Ez egy olyan kihívás, ami érdekes ma is elérni családon belül, hogy együtt maradjunk és közös célért harcoljunk. A rendezvény vendégei között voltak az ótelekiek is. Romániában nincsen hagyományos aratú ünnepség, de megpróbálják ezt a szokást ők is feleleveníteni. A hagyományt próbáljuk tovább adni, csak kevés a fiatal. Majd végignézünk, mind a középkor és az időskor az van itt, csak részt venni. Az aratás ma a legkorszerűbb csépelőkkel történik. A gépek özönében sok falusi háztartásból eltűnik a kasza. Kaszálást csak éppen, akinek esetleg van egy kis nyúl otthon, egy kis jószág, és akkor a herét vagy a füvet, hogy kis szénát csináljanak különben, egyáltalán a kaszát, szóval amik az öregeknek megvoltak, azok még megvannak, de új kaszát már máma nem vásárol senki se. A családi gazdálkodók kiállították a termékeiket, bemutatkoztak az amatőr festők és a kézimunkázók. Az egybegyűltek megtekinthették azokat a mezőgépeket, amelyeket a vidék gazdái a Prosperitáti Alapítvány és a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság támogatásaiból vásároltak. Huszadik alkalommal tartottak Valkaisoron arató ünnepséget, az idén 12 csapat nevezett be a versenyre. A verseny részeként az aratók reggeliét is osztályozta a zsűri. Terítéken volt szalonna, főtt krumpli és tojás, kolbász, házi kenyér. A tápláló falatokat pedig pálinkával és borral öblítették le. A betakarítás valaha az egyik legnehezebb fizikai munka volt. Akkor is sütött a nap, meg meleg volt, és kint kellett lenni. És kaszálni, aratni kellett, mikor legmelegebb volt. Apánk kaszált, mink gyerekek voltunk, markot szedtünk, meg terigettünk, meg ilyesmi, de
akkor megtanultam a kaszálást. Az aratásnál különböző szabályokat kell figyelembe venni, amit a zsűri szigorúan osztályozott. Ha be kell tartani a talló magasságot, ugye be kell tartani a kévéknek a bekötését szépen be legyen kötve, ne össze-vissza forogva szállat, meg tudom én a kévébe, a köröztöknek a kinézetét. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, mivel a csoportok többsége már nem nevezhető kezdőnek. Az idő, maga a kasza, a munkásnak, tehát mindenkinek toppon kell legyen, hogy az egy szuper munka legyen. És akkor, de nagyon-nagyon én meg vagyok elégedve, meg a kollégáim is. És még meg kell emlékíteni a Zarató reggelit is, hogy Zarató reggelinek kiállításának is egy nagyon-nagyon látványos Zarató reggeliket láttunk. A versenyt mindent összevetve az entagunarasi csapat nyerte. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, most egy pici nyári szünetre megyünk, augusztusban találkozhatunk ismét, várni fogom önöket. Tartsanak velünk majd egy hónap múlva is, a viszontlátásra!